Elsősorban azért van a Föld napja, hogy egy kicsit a jövőre gondolva egy szemléletváltást tudjunk elérni az emberek között. És a figyelmet szeretnénk felhívni arra, hogy mindaz, ami körülöttünk van, az közös felelősségünk. Gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan. Mi itt a mi kis körzetünkben próbáljuk azt megcsinálni, amit ehhez egy önkormányzat tehet. A különböző kerület takarító gépeket folyamatosan fejlesztjük és állítjuk át. Most már zéró emissziós elektromos lombszedőkkel dolgozunk, és idén tervezi az önkormányzat, hogy elektromos járdatakarítót vásárol. Azt gondolom, hogy ez a jövő. Tehát nekünk most már a technikai fejlesztésen túl a szemléletbeli változással kell elérnünk azt, hogy minél élhetőbb, minél lakhatóbb, minél boldogabb legyen az a környezet, az a világ, amelyben élünk. Azt gondolom, hogy büszkén állíthatjuk, hogy a főváros és a kerületek és az önkéntesek részvételével évek óta egy nagyon hasznos és nagyon jó környezetvédelem szemléletformán rendszert tudtunk kialakítani erre a napra. A főkert gyakorlatilag az ászlajára tűzte a környezetvédelmet, a környezetszépítés, az élhetőbb, jobb környezetért való tenni akarást. Ebben hosszú évek óta gyakorlatilag egy olyan közösségi mozgalmakat, rendezvényeket szervezünk, ahol a fiatalokat elkezdjük bevonni ebbe a folyamatokban. Emléket szeretnénk hagyni ennek a mai napnak, és emléket szeretnénk hagyni a kezünk munkájával is, hogy megszépítjük a környezetet, a homokozókat, a növényeket fogunk ültetni, fűesítünk, és nagyon sok minden utakat és egyéb dolgokat fogunk rendbe tenni.